Tengermély tiszteletem, üdvözlök mindenkit, welcome back újra a YouTube-on, hát itt se voltam már egy ideje, főleg nem, hogy élőbe. Welcome, üdvözlök mindenkit, sziasztok. Ma megint itt vagyok, várjatok. Fél óra múlva kezdünk, ez kamu. Hey, welcome. Köszi szépen, Nani, a 18 hónap tagságot, welcome. Na sziasztok, üdv mindenkinek, remélem minden jó hang is minden. Holy shit-tó, mik vannak most? Azért vagyunk itt YouTube-on, mert olyan dolgok történnek, olyan fejlemények, amik váratlanok jelenleg. És a chat valamiért nem működik, de mindjárt működni fog. Köszönöm szépen addig is Gábor az új tagságot 16 hónappal. Norvi a 14 hónapot, ami 5 hónap, nem tudom, hogy jött ki ez, de oké. Okay. Jaj, tényleg most jön az összes tagság, igaz? Balázsnak köszi a 10 hónapot. Endermatecraft köszi a 16 hónapot, Jézusom srácok, nyomjátok itt ezerrel azt a mindenit. Azt viszont nem tudom, hogy a chatem miért nem aktivizálódik. Várjatok, csinálunk egy ilyet. Na? De mondjuk nem is írtok a chatbe, csak donételtek, ha mi folyik itt, haló? Köszi szépen Szedvics a 15 hónapot. Sosem fogott meg a volt, ön fájt, de itt vagyok. Hát figyelj, kinek mi igazából? De azért egy jó ideje nem volt semmi hír erről, aztán hirtelen droppoltak egy teljes izét, hogy három rész fog kijönni, meg ilyenek, szóval érdekes lesz. Úristen, Krupli elkapott végre streamet, welcome! Nyomd el az ingyen tagságokat, igaz, maradjatok még. Mindjárt. Jó estét, hello Raymond. Köszönöm szépen maximum a 7 hónaphoz. Tessék, írtam. Nem tudom, mi van a csettel őszintén. Mindjárt varázsolok valamit, lehet, vagy lehet, hogy teljesen elvesztettük. Stream overlay. Chat. Na ez hátra varázsolt valamit. Chat main. Elvileg van. Miért nincs? Lehet, hogy megint be fog ugrani, vagy 70 ezer üzenet, tudjátok. Vagy ki tudja, hogy lesz még. Jaj, only donate chat, azaz. Miről? Norvi, what do you mean? Nem fizetek gyerektartást, nah. Olyan aktív a chatbox, mint ahogy streamelsz. Ebb van. Ebb már csak ilyen. Ja, amúgy annyi így ezzel kapcsolatban, nem tudom kik voltak jelen Twitch-en, mert először Twitch-en streameltem hosszú idő után. Most YouTube-on streamelek egy jó ideje már. Majd úgy, hogy... Lord, mi? Köszi szépen a tagságot! Welcome! Ez az első tagságod, ahogy látom. Welcome, vagy nem, Lila, várjál, Lila a profilod, akkor hazudtam, nem tudom. De köszönöm szépen a tagságot. Szóval ahogy tartottam, először múlt héten jelentkeztem Twitch-en egy streammel, most YouTube-on jelentkezek, mivel volt Önfájsz 4, és azért az egy elég monumentális dolog. Ha már volt belőle egy videó eszém, ugye? És most reagálni fogunk a negyedik részre. És utána, vagyis hát még szerintem előtte egy kicsit átbeszélem azt, hogy mi lesz most így a csatornán várható. Most mondjuk azt, hogy végre, melegen van amúgy, bocs, mindjárt leveszem a pulcsimat, csak előtte elmondom, hogy végre szerintem sikerült úgy alkotni a dolgokat, hogy több időm legyen a YouTube-ra, és igyekszem visszatérni videókkal, még nincs semmi, ami így elkészült volna, vagy ilyesmi, tehát nem tudok videót kirakni még, egyelőre most csak streamelek, és közben haladok a videókkal, ahogy tudok. Egy nagy videó van készülőben még, viszont arról sem mondanék inkább semmit, mert nem akarok abba azért esni, hogy elmondok mindent, aztán nem tudom követni saját magamat kategória.
És még miatt kérdeznétek, egyébként az tökre meglepett meg, így imádtalak titeket, hogy így többen is írtatok, hogy hát megjelent a negyedik rész Tesoms, úgyhogy már 2 éve van az, hogy volt róla videó eszé egyáltalán. Tehát örülök, hogy ilyen aktívan még téma ez így a csatornán, úgyhogy tök rég volt már a videó eszé róla, szóval ennek így örülök, hogy hozzám fordultatok, hogy már kinn az új rész, és hát meg is fogjuk nézni. Ó, mit akartam előtte mondani? Bocsánat, ADHD megint. Mi az, hogy vetkőz? Miket látok itt cseten? Haló? Ne, nem kérdezz semmiről, Quantum Terror. Üdv. Ja, hogy vegyem le a pulcsim? Hát, na, amúgy megjelent közben a chat. Valahol itt. Ez a Volton Fuzzy ilyen backroom glitches found footage cucc nappal keverve? Javítsatok ki, ha nincs igazam. Valahol igen. Rég volt, tegyük hozzá, hogy rég volt egyébként, hogy egy kicsit belenéztem az eszémbe egyébként, de rég volt, hogy láttam bármit is, ami volt önfájz. Úgyhogy én is egy kicsit most így le vagyok maradva, lehet, hogy meg kellett volna néznem a saját eszémet, hogy így képbe legyek a dolgokkal. Kicsit legyetek türelmesek, ha lassú vagyok valamiben, vagy bármi. Ja igen, még miatt kérdeznétek, hogy mikor lesz ebből a videó eszé. Figyelj, annyi, hogy ez most jelent meg, pár napja. És elvileg már be van harangozva az is, hogy az 5. illetve 6. rész, ami így az első évadnak az epizódjai, azok is nem sokára követni fogják, azokat is így megnézzük majd élőben. És amíg nincs kint mind a 3 rész, addig én nem akarok még vele foglalkozni, úgymond, hanem amikor már kint van az első, kint van a következő 3 rész, ezzel együtt ugye már csak 2, akkor feküdni rá jobban, mivel akkor már erről a részre, amit most megnézünk is, erősebb teóriák vannak, amikre lehet építeni, úgymond. De most még egyelőre szerintem most csak így az első reakciót fogjátok így látni tőlem, hogy mit gondolok, stb. Tehát valószínűleg az eszé egy kicsit még távol van. Nem tudom, hogy jönnek ki a részek egyébként. Erre is, hogy 2 évet vártunk, ha belegondoltok. Én azt hittem, egyébként esküszöm nektek, én még gondolkoztam azon, hogy a Volton Files videó eszémet el fogom csúsztatni, mert hogy jaj, megjelenik mindjárt a negyedik rész, gondoltam. És itt vagyunk, tehát jó, hogy nem csináltam. Na jó. Első általam megvett tagság. Oh, nice. Köszi szépen. Mostanában van 1 éve annak, azt hiszem, hogy megben követlek. Boldog 1 éves évfordulót. Tisztelet. Tetszik az első üzenet chatboxban. Hát azt lemaradtam róla, na mindegy. Ja, nem FNAF egyébként, de hasonló média. Tehát én is a FNAFhoz hasonlítottam egyébként. Ahhoz áll a legközelebb talán. Ilyen FNAF meg Mandela katalógus keverék. Backrooms. Nem hiszem annyira, bár... Na, inkább Mandela katalóg, ha már így az ARG-knál tartunk. Jaj, ja, Mandela Files, tényleg, de az a Mandela Files. Valahol amúgy tök jó így belegondolni, hogy az is így inspirálta a dolgot. Mert ugye a Mandela Files inspirálta a Volton. Tehát, hogy így, tehát azért van nyoma ennek a dolognak a csatornán, és örülök, hogy titeket is úgymond meginspirált annyira. De lesz Grim Ghost a videó eszének majd folytatása, viszont ugyanúgy akarom, mint az első hármat. Tehát ez szerintem egy tök jó dolog így, hogy most az első 3 epizód 1 videóban volt összefoglalva, és a következő 3 is 1 videóban lenne összefoglalva. Viszont addig ugye meg kell jelennie, meg dolgok ugye, hogy még tudjuk is, hogy miről van szó. Ezután ezt így küldtétek? Nem hiszem. Szerintem annyi, hogy reagálok erre, az bőven elég lesz így reakció témának. Azt, hogy mi lesz utána, azt még jelenleg nem tudom biztosra. Lehet, hogy folytatjuk, majd nem a epizódot, hanem mondjuk nézzünk még több videót, vagy esetleg nem tudom, játszok valamit, majd még kiderül. Belenéztél? Hát igen, a Volton Files az érdekes ebből a szempontból, tehát... nem tudom leírni pontosan, mert elég rég volt, de ez a olyasmi vibe-ot ad, hogy ilyen random ass jumpscare-ek, de közben próbál valami lore-t elmondani. Érdekes jumpscare-ek vannak ebbe a sorozatban, amúgy. Fine Nights at Volton Files. Minek se gondoltam, vannak ezek a glitches, retro feelinges videók, normálisan kezdődik, majd boom, Skinwalker. Hasonló, igen, tehát itt is vannak ilyen glitchek, meg ilyen, tehát eredetileg ugye ezek ilyen kazetták, amiket így talált a faszim így random az erdőbe. Bár várjatok, mert a legújabb résznek van egy ilyen lore-ja egyébként itt a leírásban. Ezt már lehet, hogy mutatnám is nektek egyébként. Lehet, hogy furán fogja... Nem, jó, teljesen jók vagyunk. Na, tehát így olvassuk el a leírást, akkor nézzük is meg. Tehát igen, itt vagyunk újra, rejtély megoldók, wow, bele vagyunk víve.
Covid cooldown, oké, okay. Alright, hold that thought, oké, okay. Már Covidba vagyunk. Hát belegondoltak, nem, 21. Mikor jelent meg a harmadik rész? What the fuck? Mikor jelent meg a harmadik rész? Már abban sem vagyok biztos. Közben itt vannak ilyen random videók, meg reuploadolva az első rész is. Mikor jelent ez meg? Fuck. Jézusom, ez még a Covid idejében volt, bele se gondoltam. Jézusom. Jesus. Tehát a Covid idején jelent meg a harmadik epizód. Ugye én tehát nyilván később dolgoztam fel, de valamiért azzal asszociáltam, hogy akkor is jelent meg. De hogy azt a kurva. Azért erős, erős dolog. Ja. Hello Zoltán! Bónusz epizódokat is megnézem majd. Ebbe is lesznek bónusz epizódok? Hell yeah. Hát igazából nem tudom, majd max összerakjuk így streamben, vagy legrosszabb esetben elkülditek nekem, de ha ebbe is vannak bónusz részek, akkor megnézzük majd. Egyelőre az epizódot akarom megnézni így teljesen önmagába, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul a kódszerzés. Ha nem sikerül, akkor meg levadásztuk valóban. Nem tudok beszélni. Hello Blahai NPC, jó estét, hello there. Szia Sasa, üdvözöllek, welcome. Na ja, Opera GX user. Bocsi, baj? Nem. Na, jó, szerintem akkor lassan készen állunk arra, hogy reagációzzunk. Zsenét letítom. Zsenének vége. A max időt feltalom nektek, hogy azért halljátok a dolgokat, amik itt majd mennek. Ja, de azért majd infózatok, ha esetleg túlüvöltem a dolgot, vagy én vagyok halk, vagy bármi, tehát ilyesmi. Jó van, készen álltok a reagációra? Volt én fajzé. Tessék kinyomni, veszi arra. Na, figyelj krumpli, 32 GB RAM-ból egye meg azt a 8-at. Hol érdekel engem? Ja igen, esetleg aki lemaradt volna, volt közben egy gép upgrade is. Ez nem tudom mi az istent jelent, ez a... Pont nem látjátok a chattől, de itt van egy ilyen opció a 1080p felett, hogy 1080p premium. Tehát azt tudni kell, hogy én ilyen premium előfizető vagyok, mert még mindig jobb, mint hogyha Spotify-ra fizetnék elő. Tehát én YouTube Premium user vagyok, mert a YouTube Music az szerintem sokkal jobb, meg ott minden is fenn van. Aztán nem tudom, hogy ez mit tud. Enhance, I guess. Továbbfejlesztett bitsebesség. Mondjuk oda van írva, jelentsen ez akármit is. Van felirat? Van! Köszönöm! Az volt az előző részekkel aztán, amikor készítettem a videóesztét, az volt az egyik legnagyobb bajom, hogy nem volt semmilyen felirat, és néha alig volt érthető még a ilyen krikszkrak szöveg is, tehát nagyon gatya volt. Na jó van, nézzük szerintem akkor. 36 perc. Közben tudjátok, tehát nem egybe fogom így végignézni, hanem nyilván ha olyan rész van, akkor megállítgatom, meg így nézegetjük, hogy miről van szó, stb. Úgyhogy na gyerünk! Aha, ez az a buli, amiről elrángatta a Félix, ugye az a réseges faszika volt. Spring Event 1900, hát azon erre maradtunk. Oh my god, itt vannak a gyerekek, már nem emlékszem, Ed volt az egyik, a másik az nem tudom, Molly. Oh my god, ott a nyuszi. Come on, Molly. Ed, oké, okay. Molly volt a másik. Let's go. Ez elég érdekes animációk vannak itt, kérem. Spring Party Event, hell yeah. This way. Okay. Look, there he is. Nagyon parán néz neki szerencsétlenek. Ott iszik a Félix, a részeges fasztapója. A good zone. Volt sírdön. Egy iskolai eventen miért van ilyen hely, hogy adult zone? Iskolai eventen, do. Ezért tartott ilyen sokáig? Aha. Azért látszik a production value felment. What? Is this heaven? Van egy szóra.
Incorporated, Cyberpunk Tech Company 74. Ó, elő kellett volna vadásznom a timelines. Yeah, we are back. We are back. Chase our dreams across the sky. Cyberpunk Tech. Mik voltak már? Cyberpunk Tech. Jó, várj, ó, baszki. Elnézést, hogy megállítom, viszont eszembe jutott, hogy mi nagyon elkezdtük nézni a leírást, de nem olvastuk végig. Bocsánat, srácok, ne haragudjatok, de lore, tehát itt van egy csomó lore, amit így hirtelen rendületből ki is hagytunk volna, sorry. Ebben még nézzünk bele, tehát ez egy ilyen felvezetés volt, majdnem, hogy egy ilyen az előző részek tartalmából kategória. Ezt gyorsan olvassuk még el, és akkor utána folytassuk, jó? Ja, a Covid lenyugodott, aztán 3 évvel később megszereztem a nénikémnek a ilyen kazetta lejátszóját, és hát sikerült megoldanom, hogy működjön a téma. Sokat kell mondanom még, de a technikai cuccokkal akarok kezdeni. Közben üdvözlök minden újonnan érkezőt is. Welcome. Szerintem poni. Nem tudom, mi a lóri egyébként, hogy ki miért hol egyébként. De ja, nemrég kezdtünk egyébként, szóval aki nem... még nem maradtok le sok mindenről, 2 percet néztük meg, most olvasom gyors a leírást. Tehát amikor megtalálta a Bunny Farmos lemez, vagy kazettát, akkor egy kicsit ilyen... tehát akkor megakadt a nyomozás voltak éppen neki. Ez a BSI, vagy Boom Burgers nem adott semmilyen találatot, senki nem tudott róla semmit a környéken. Szóval visszament ebbe a Connecticut, az nem tudom, az valami store name, tehát olyan, mint a GameStop, meg ilyenek, csak ilyen régebbi, nem tudom pontosan milyen Connecticut. Ja, az a játék, hülye vagyok, ez nem is egy cégnév, hülye. Az a játék, amit így rohadt régi, és így pakolgatni kellett korongokat, és ha kijött 3, akkor nyertél, vagy 5, nem tudom, hogy mennyi volt. Na mindegy, az amiről volt egy mém is. Na mindegy. Ez addig tartott, amíg, tehát addig játszott a faszim Connecticutot a faterjával, amíg jött a Dávid kolléga. Azt azt mondta, hogy talált egy ilyen tök jó dolgot, figyeld. Dávid rávette, vagy eldöntötte magáról, hogy ő megkérdezi a helyeket a Volten, tehát hogy nem, a kereső szónak a Voltent használta IRL, azt mondja. Még Connecticut, az egy állam? The fuck you mean? Ez. Ez egy játék. Na várjatok gyorsan. Nye, csak hogy fixen témával legyünk. Mi a fasz? Nem, ez tényleg egy állam. Hülye vagyok. Sorry. Nem, várjatok. Connect. Game. Ja, hülye, én valamivel kevertem itt közben. Várjatok, mindjárt mutatom. Tehát én ezzel kevertem jelenleg. Tehát azt hittem, hogy erre gondolt. Oké, okay. 2 félreértésekkel vagyunk szembe, semmi gond nem történt végül is, teljesen korrekt, na mindegy, folytassuk. Tehát akkor visszautazott ebbe a városba, hogy játszon, hogy éljen a faterjával, ezt nagyon félrefordítottam, te jó ég, ezt engedjük el, srácok. Látjátok, hogy itt vannak bajok, szerintem a videó eszé még várhat, az még várhat. Na, szóval most, hogy ezen túl vagyunk, tehát visszament a faterjához a papító, oké. Okay. Ez talán 10 éve is volt az előző epizód leírásában, ha jól emlékszem, valami olyasmi volt a legvége ott a leírásnak, hogy reconnect with my death or some shit. Na mindegy. A Connecticut egy játék. Igen, azzal kevertem. Mi van? Gábor, bazd meg, előbb azt mondod, hogy egy állam, most meg egy játék, de rákerestem, Elírtam, vagy lehet, hogy egy állam meg egy játék neve is, mindegy, itt az államra gondoltak szerintem, de a játékot se tartom kizártnak, ez még egy külön teória lesz még, jó? Erre egy külön videó lesz. Szóval, lényeg, rámentünk arra, hogy megkérdezzük a helyieket, hogy ki az a Volten, vagy hát a Volten többet mond el, mint a BSI vagy a Bones Burger. Connecticut. Ezek ugyanazt írod. You're not fucking with me though. Ugyanaz, oké, okay, shut up, stop it, elég volt, értem, ugyanaz, az már egy étel is, jó, beszéljük át, jó. Oké, szóval a Volten név sokat feltűnik a kazettákon, ez nyilván feltűn nekünk is. Ő még nem nézte meg a kazettákat,
hashtag, zárójel lol. Ez mondjuk engem meglep most így. Tehát hogy mi az, hogy ő nem látta a kazettákat? Azért az elég érdekes mondjuk. Azt nem tudom, hogy erre van kontradikció egyébként, hogy ő tényleg nem látta ezeket a kazettákat, csak megosztotta volna. Na mindegy, ez érdekes. Tehát ilyen vintage helyre mentek, ahol volt egy ilyen bowlingozó hely, amit úgy hívtak, hogy Starley's. Starley's vagy Stanley's? Starley's szerintem. Eredetileg ott egy ilyen műhely volt ehelyett, ugye? És amit ezt a műhelyet ugye kipakolták, amint Stanley megvette a helyet. Vagy Starley. Hol van? Ja, Starley. Starley. Mindig Stanley-t olvasok, de Starley-z amúgy. Jobb, jó. Akkor neki cut, az... Srácok, miért ilyen hülye államnevöket kell használni? De tényleg az államnak meg a játéknak ugyanaz a neve? The fuck? Ez olyan, mintha tárgyakról neveznénk el városokat, tehát hogy pugyi, vagy mit tudjam én. Na mindegy. A lényeg az, hogy megvették a helyet, és kipakolták az előtte ott lévő workshopot. Maradt ott egy szekrény, amire az volt így rájelezve, tudjátok, ilyen cédulával, hogy volt-en. Abban volt egy doboz, ami évtizedek óta ott ült. Ja, és nem nyitották ugye ki, mert évtizedek óta ott ült, ugye? Jó. Én, Ron és Dávid, oké, már nem csak Dávid az új karakterünk, hanem már Ron is ott van, tehát tök jó. Jó van, Ron. Kicsit áskálódtak az előző kazettákba, és rájöttek egy közös vonásra, tehát hogy valahogy a kódot kitalálták, hogy 722 volt, ami érdekes. 722, nem tudom, hogy ez honnan jöhetett. Hirtelen nem emlékszem ilyesmire amúgy. Tehát, hogy visszanézték a kazettákat, tehát akkor Anthony is csak látta azokat, ne hazudjék. Tehát Anthony is látta végül a kazettákat ezek szerint. És a kód 722. Na mindegy, erre majd visszatérünk később, biztos valami van ilyen összeköttetés, valami nagyon deep. Benne 23 szalag volt, azt a kurva. Na jó, tehát 23 szalag, emiatt visszaköltözött Brightonba, hát az elég érdekes misteri amúgy, gondolj bele a faszim, az kiköltözött Brightonba, meg vissza, tehát össze-vissza költözik, de csak azért, mert van ez a rejtély cucc, na mindegy. Igen, tehát ők megmunkálták ezeket a kazettákat, hogy működjenek, és ezeket a Cyberfun Tech kollekciónak hívják, és ez az első rész a háromból, tehát itt egy három epizódos évad fináléről leszünk majd így felcsigázva. 23 szalaggal, tehát 23 szalag, ez azért mennyi szalag volt az első háromban? Tehát azt hiszem a Bunny Farm volt egy, a második részben talán három volt, az elsőben meg kettő talán. Tehát összesen 6. Nem vagyok 100%-ban biztos, tényleg régen láttam őket, de azt emlékszem, hogy egy videóban nem egy szalag volt, csak a Bunny Farmos volt az, amiben csak egy szalag volt szerintem. De ja. Oké, tehát Cyberfun Tech is a company. Oké, tehát a Cyberfun Tech az egy cég, ami ugye pénzelte a BSI projektet. És itt már rövidítésekre megyünk rá, hogy nem tiszta, hogy ez a Cyberfun Tech az ugye tulajdonosa is volt ennek a BSI cégnek, vagy csak partnerek voltak, vagy csak megvették a BSI céget valamikor, bármikor is. A kazetták ugye Cyberfun Tech néven vannak így címkézve. Tehát ezeket elvileg az ilyen designereknek, meg technikusoknak címezték, úgymond. Ezek szerint. Az correct, empty static. Aha, ott lesznek a kódok biztos. Tehát kicsit furák a kazetták, némelyik helyeken van, hogy tényleg csak perceken belül statikus képet látunk, hangyafocit. És néha fehér képek, amiken néha hangokat hallani. Oké, weird. Egy kis személyes note Anthony-tól. Hát ami engem illet, én jó vagyok. Az elmúlt 3 év a legboldogabb és legszomorabb momentekkel voltak megstillelve, megfűszerezve, de még itt állok. Az állásba, oké. Vakáció megy a barátnőjével,
pár hétre, és két-három, tehát hogy a második és harmadik rész majd akkor posztolja, amikor visszaért onnan. Tökéletes. Most már annyi mindent megtudtunk Anthonyról. Na jó, térjünk vissza magára a kazettára. Tehát lényegében nem jutottak semmire a nyomozásban, de a Walton címszó alatt így a Stardust Bowling Area-ba lejöttek, hogy van egy ilyen szekrény, amiben ott volt egy csomó kazetta, és azt megszerelték, és most annak a gyümölcsét láthatjuk röviden. Ennyi a téma. Iszok egy kortyot, és folytatjuk. Eddig is voltak szerintem Norvi egyébként. Nem tudom, a YouTube-nak van egy ilyen új beállítási bullshitje ezzel kapcsolatban, hogy lehet így normálisan ugye nyomni ezeket. Magától csinálja egyébként, már nem én csinálom. Már lehet magától, hogy így normálisan, kevésbé vagy agresszívan tolja izékat. Én középen hagytam, mert szerintem az a normális. Hello, Draghi Ranch, üdvözöllek. Meg itt állok az állásban. Hát Anthony az megjárta a világháborút, mindjárt az lesz a következő cég leírás, vagy a videó leírásba. Nem maradt el sok mindenről, tehát az első három résznek így a lore-ját összefoglaltuk röviden, meg most így a hátterét ennek, hogy ez hogyan került kezünkbe, és igazából ennyi. Na én meg vetkőzök szerintem most már. Most már odarakom magam. Báh. Ez nem kell. Na jó. Ebből lesz a videó, amint meg lesz mind a három rész, tehát most jelenleg csak ez az egy rész van kint, a másodikra és a harmadikra is reagálni fogok, és utána meglátjuk, hogy milyen hamar tudjuk összerakni ezeket. Ez érthetőbb, mint a fluff. Ez érthetőbb, mint a FNAF lore. Szerintem ez érthetőbb, mint a FNAF lore. Azt még az első epizódnak a videó eszébe említettem is, hogy szerintem ez sokkal jobban felfogható, mint a FNAF-nak a lore-ja, mivel ott nagyon elszór, nagyon a háttérbe szorul, ugye a gameplayt előre hozzák ugye ott abban a játékban, és nem tudom, kicsit ilyen zavaros is, mert vannak könyvek, játékok, filmek most már, szóval, és mindegyikben más a történet, tehát tegyük fel, ott van a Vanessa karakter, az is kétféle szerepben van, és pedig az csak a játékokban, meg a filmben szerepelt, a könyvekben nem tudom, hogy szerepelte. Na mindegy, értitek. Ingyen vetkőzik a pali. Ja tényleg, várjatok, adósságban vagytok most már. Na nézzük. Az ki? Yeah, Cyberfantech, oh my god. Videó menü. Na várjál. Bones Burgers promo. Ezek lesznek azok, amiket most látni fogunk, olyan? Tehát látunk egy-két promóciós materiált, promóciós anyagokat a cégről. Cyberpunk Programming Demo. Az olyasmi lesz, mint a SHA-nak az a programozós része, amire emlékszem talán a második részből. Abba derült ki, azt hiszem, hogy a Susan Woodings az így gatya annak a nőnek, vagy férfinek, nem tudom mi volt. SHA Joint Movement. Milyen joint? The fuck? BSI Cleaning Procedure. Olyan, na az érdekes lesz, azt majd látom, hogy érdekes lesz. Hát József, én nem csodálkoznék, hogyha valami shady dolog derül neki a cégről, de én előre megmondtam. Na nézzük. Azaz, azt nézzük meg, tesóms, azt nyomjad befele. Ez az indexkép amúgy. Na fuck off. Lesz felolvasás, vagy nekem kéne? Jó, szerintem nekem kell. Charles Brooke, vagy Blook? Block? Block? Fuck. Nem tudom kiolvasni a nevét. Block. Azt hiszem. Úristen, csak belegondoltam, hogy ezt nekem mind le kell majd fordítanom. Hú, getszó. 1970, 10. hó 10. What? Várjál, 1970? Az jó régre visszanyúlik, várjál már. Brock? Ja, Brock szerintem is. Hi. Hú, megint új karakterek lesznek itt, ez baj. Ez baj! Bővül a lore, ez baj!
FNAF VHS-ből? A FNAF VHS még nem láttam, bevallom, ez egy kicsit ilyen nagyon fanmade-nek tűnik. Hát ez teljesen ettől független egyébként, tehát a Volt Önfájt az teljesen FNAF-tól független dolog. Hello, de... nem tudok beszélni. Cezadecus. Na, Cezadecus. Ne haragudj. Nevekkel gondba vagyok itt. És látod, a Charles-nak se tudtam kiolvasni a másik nevét. De várja, van egy Charles nevű karakterünk már. Na mindegy. Na, várja, orvosok. Just got air. Imádom a kézírásra, mondj. Oké, okay, tehát ő tehát ő lett hivatalosan is a computer supervisor a valami mi az Isten van ide írva, tesómsz? Hallod, ide kéne ennek ilyen expertek, akik tudnak handwritingot olvasni. Valami Bunny Smiles Restaurant. Oké. Okay. Oké, okay, jó. Kadakaus, így kell kiejteni. Köszönöm szépen. Így most már, hát remélem, hogy megjegyzem amúgy. De, a Charles az a, nem bohóc, vagy de, az a bajszos faszi volt szerintem. Unnamed, köszönöm szépen, tényleg unnamed. Tehát unnamed, tehát itt még nem is volt neve a cégnek, akkor ezért vagyunk ennyire, hogy, tehát 1970, ahogy emlékszem a timeline-ra, nem az egészre emlékszem, elő tudnám kaparni, de most nem készítettem elő. Ha a timeline-ot nézem, akkor ez még jóval a történtek előtt van, azt hiszem. Tehát igen, ez még előtte van, jó? Tehát ő lett a komputerfőnök, tehát ő lett a számítógépes genya, oké. Okay. Ismerem ezeket a srácokat már egy ideje, ők család, ők egy család, na, faszántos. Before, what? Even before Cyberpunk Tech. I've done some work for them. Ezt nem tudom kiolvasni. It again for years now. Even before Cyberpunk Tech. I've done some work for them. Ezt nem tudom kiolvasni, tényleg ezt a, nem is látjátok, várjál. Annak még jobb. Nyer, sorry. Tehát várjatok, ezt a szót nem tudom. Miért nem látjátok ezeket? Jede? Fuck! Várjatok! Oh Jesus. Na, ezt a szót, ez a... I've done some work for them, for years now. Tehát a legjobb, amikor az kézírás nem bírom elolvasni, do. Hello, itt mindenki, aki most jött. Más ott a házat, haverom, persze a házia, indeed, actually for, ezt így kell elképzelni most jelenleg. Along, köszönöm. I've done some work for them along with... Susan, erre rájöttem. Susan, for years now, tehát már dolgozott velük máson, ugye ezzel a Susannel, akit mi ismerünk, hogy ő halt meg ugye a Sha animatronikban, Susan Woodings, ha jól emlékszem. Ja, még a Cyberpunk Tech előtt, tehát ez a Cyberpunk Tech, ez a Bunny Smiles előtt volt akkor még. Tehát akkor a timeline-ban nagyon az elején vagyunk a dolgoknak. Vagy Evan? Susan-t vettem ebből ki, de lehet, hogy ez egy név lesz, az fix, csak even for years now, 11 years now, Ewan, az egy albetű szerintem, A-N a vége. Tuti nem Susan? Akkor félreértettem, jó? De ez úgy néz ki, mint egy S betű, látjátok ezeket, nem? S betű, U betű, megint egy S betű, A betű, N betű. Ez egy kicsit úgy, de lehet, hogy félreértem. Tehát Susan. Susan. A Susan az egy technikus volt, azt hiszem, vagy takarító, de a lényeg az volt, hogy ő sával volt összeköttetésben. Pretty good job so far. Várjál, te előrébb vagy főnök. Erre gondolsz. Na várjál. Getting to meet the Waltons and the Crankens has been
super fuck, fun. Tehát megismerni a Voltonöket és a Krenkönöket zseniális élmény volt, oké. Okay. Ezt a nevet kéne. Ellen? Ellen? De ez egy kis A betű akkor, ha ez A betű. De én ezt egy S betű, U betű és még egy S betűnek nézem. Kontext alapján Susan. Én is ezért gondoltam egyből, mert az a név már ismerős. Ellen, dögöljek meg! Várjatok! Tudjátok mit? Várjál! Úgy akarom, hogy ti azért ne lássál... Várjál, miért látjátok még? Várjál! Szavazást indítunk, srácok! Ellen vagy Susan? Meg lehet tenni a voksokat, mindjárt. Ellen... Susan... Tehetik a szavazatokat! Ellen vagy Susan? Közben megjelítem nektek, hogy lássátok. Ellen vagy Susan? Ez itt a kérdés. Erre van, ez itt a kérdés most is, hogy Ellen vagy Susan? Szerintem Susan. Again for years now. De évre is tudod gondolni, tehát seven? Nem. Nem. Várjál. I've done some work for them along with... Ez egy személynév lesz. Ez egy személynév lesz, fixem. Tehát Ellen. Ellen volt már nálunk így karakterként? Tehát Ellen nevű karakterünk volt már? Azt mondjátok, hogy Ellen. Hát jó, hát akkor Ellen. Én nem emlékszem, hogy volt Ellen nevű karakterünk. Látszik, hogy öt karakter a szó. Egy, kettő. 3, 4, 5. S-U-S-A-N. Igen, ez rohadt régi. Új karakter, azt mondod? Susannek a lore... Hú, nem tudom, hogy Susannek mi a lore-ja már, hogy mikor jött ő képbe. Halljátok, srácok. Time out. Arra jöttem rá. Szerintem jobban járunk, ha én elővadászom ezeket a régi cuccokat gyorsan. Mert megvannak. Gyors elővadászom őket, és akkor legalább lesz valami támpontunk. A timeline nem biztos, hogy meg lesz. Azt már nem tudom, hol csináltam, basszus. Megvan a tábla. Miért nem csináltam ennek külön mappát? Ah, bulletin board, csináltam. Jó, oké, nem szóltam. Ezt a képet akarom berakni. Bulletin board, epizód 3, és ez. Tehát itt a tábla. Jó. Most már képben vagyunk nagyjából. Jó. Zene maradjon, vagy menjen? Jó. Közben nézzük a táblát. Tehát ebből az kiderülhet, hogy Susan Wooding halott 1974. De jó, hogy nem látom a csíktal, amit oda rajzoltam. Azt hiszem 6.30, és technikusként van számon tartva. Tehát Susan... Amúgy miért vagyok hülye? Miért a képet? Tehát, kell nekem ide egy... Aha, itt van valami. Ez jól fog jönni nekem. Image class. Na, ezt megosztom veletek. Már ha működne, of course. Miért nem működik? Illúzió romboló? Intézem. Nem kell, fúj. Vagy keresünk valami mystery zenét, Imagine. Na mindegy, jó, ez nem fog működni, marad ez a kép akkor, sorry. Látható azért. Tehát nem is baszki, Bennyhez, nem is Shahoz. Shahoz Rosemary volt, Jézusom. Ezt félre mondtam, bocsánat.
Tehát Bennyhez köthető a Rose, a Susannek a halála, a Susan Woodingsnak, és egy technikus volt, tehát tökre elhihető szerintem az, hogy végül akkor az a név, ami ott írva volt, az Susan volt, és nem Ellen. Ellen az volt egy Ellen nevű faszi is, azt hiszem, nem? Brian Stelz volt még egy technikus, aki meghalt, viszont ő 82-ben volt, aki... Ellen viszont Ellen nevére most már emlékszem, szerintem ő az Ashley Parks-szal volt összeköttetésben. Halljátok, elővadászom a volt önfájzos videóesszémnek a szövegkönyvét gyorsan. Névtelen projekt. Altera, Jarius projekt, hol a faszom van? Mi? Nem, ez nem az. Hát jó régóta nem nyúltam hozzá, volt önfájz, megvan. 2022. szeptember 22-én nyúltam ez utoljára. És nézzük, Ellen. Itt van. Kalandjait, ez nem az. Hajnalán, kalandján, kaland, talán, oldalán, túloldalán, arctalan, talán. Kalandjait. Jó, Ellenre nincsen semmilyen találat, viszont itt van szerintem. A második részben, amikor meghalt az Ashley, ott a társai Hillary és Kevin voltak. Viszont nem volt Ellen, tényleg nem volt Ellen. Várjátok, tényleg keresek valami. Mystery Solver Music. Nézzük, mit dob be. Ez gáz, nem hallok semmit. Ja, le van némítva. Várjátok, sorry. Let's go mystery solving! Várjatok! Na szóval, most, hogy a rejtélyeknek a hátterében állunk. Tehát nem volt olyan karakternevünk, hogy Ellen. A timelinehoz nem linkeltem itt a szövegkönyvbe? Az kurva jó lenne, ha most meg lenne. Nincs timeline linkem. De! Úristen, itt van! Úristen, itt a timeline link. Kurva jó. Jézusom, kanván van fent. Ó, faszom, be kéne jelentkeznem. Fucking hell. Vajon emlékszem, melyik e-mail-lel regisztráltam ide. Srácok, várjatok, feltörik a régi Canva fiunkomat. Aha, aki ezzel az e-mail címmel voltam akkor. Folytatás. És megvagyunk. Jó, megvan. Oké, mindjárt megmutatom nektek. Sőt, várjál, le tudom tölteni, ugye? Nem, de screenshotolom. Könnyebb. Adjatok egy képmetszőt. Bocsi srácok, összerakjuk itt a Wolton Files nyomozó szettet gyorsan. Timeline. Ezt is mentettem, fasza. És akkor rakunk be még egy képet ide. Timeline. Downloads. Timeline. És itt van a timeline-unk is közben akkor már. Na, teljesen fel vagyunk itt pakolva, geco. Na jó van, srácok. Kiderítjük itt, mi áll a háttérében ezeknek a dolgoknak, úgy érzem. Szóval, a legrégebbi dátum, ami itt van, az 1958. Gyorsan megnyitom, hogy lássam én is, belenagyítva. Tehát 58, Jack Walton, oké, ötlet. Oké, hol vagyunk időben most a videó alapján? 1970-ben vagyunk. Fuck off, nincsenek frissítések. 1970, szürkenyúl baba, a rakéta elkészült. 1970-ben készült el az a szürkenyúl, ami volt a táskájában a gyereknek. Tehát ez, ami így köthető ehhez. És 1967-ben volt a Felix Krankennek egy Bunny Smile Cég üdvözlés videója. Ez egy ilyen titkos epizód volt, azt hiszem. 65-ben lett felvetve az étterem ötlete, és ott merült fel talán először a Cyberfun Tech, mint fogalom.
És beidőzzek mindenkit, aki most jött, éppen nagy Walteningben vagyunk jelenleg. Megvan a timeline, oké. Okay. Tehát nagyjából elhelyeztük magunkat a timeline-ba. A bulletin boardot nem fogom most basztatni egyébként, tehát nem fogok változtatgatni rajta. Azt azért hagyom itt bent, hogy ha bármilyen info kéne az előző részekből, amit így nem tudok a fejemből, akkor azt így onnan le tudjuk lesni. A timeline azért pedig nyilván azért kell, hogy képbe legyünk azzal, hogy mi mikor volt. Na jó, térjünk vissza a videóra. A zenét azt most lenyomom, mert teljesen rámegyünk a videóra most már. Hú, srácok. Jó, bocsi egyébként érte, tehát remélem, hogy megértitek, hogy egy kicsit most így bele kellett nyúlni a dolgokba. Ezt hamarabb is megtettem volna, igaz? Rocket nevet lefordítottam. Igen! Please don't judge me! Amúgy tényleg ellent mondtam magamnak, mert emlékszem a videó eszi elején mondtam, hogy nem fordítgatok le neveket, de kibaszott nyúllevét lefordítottam. De lehet, hogy csak ott fordítottam le, és máshol nem, még nem tudom. Na jó, ja, tényleg. Nagyon izgatott vagyok, hogy végre dolgozhatok. A jövő elég fényes. C, B. Charge block. Oké, okay. Hát ez nem volt nehéz megfejteni. A 27-12. Ezt nem tudom, ez mi. Itt az alján. Na mindegy. Whatever, we ball. Labdázgatunk. CBA. Oh. Fehér. Why is blood blue? Felhívjunk. Azt láttátok? Ott volt a titkos videónak az első snippete. Ezt most csak így egyszerűen nem fogom kivadászni, mert valószínűleg úgyis elkülditek. De ott volt az első snippet. Bozau! Ó, kis flashback a kertre. Na várjatok. Rosemary haltott meg, igaz? Várjatok, le kell esnem. Hát ez innen kurvára nem fog menni, na mindegy. Rosemary a sáta halt meg. Várjál, hallod? A bozó az rajta sincsen jelenleg a bullet boardon. Akkor miért ő volt a kertben? Mert a kert az nekem a Rosemary volt, erre emlékeztet meg a sára. Mert ott volt ő a kertben. De a bozó az rajta sincsen jelenleg a bullet boardon, ami érdekes. Ha mennyi a főkerül. Mindjárt elkezdünk nyomozni utána, és nehogy azt higgye. Hülye gyerek. Na itt van Benny, Susan Woodings, azt hiszem. Jaj, de para. Archive footage. Sehol nem tűnik barátságosnak. Bibliai utalás valószínű egyébként, hogy az... Sá. Na itt vagyunk a kertbe. Balázs, tényleg rajta van a bozó? A bozó? Nem tudom, én a régi képekből vadásztam elő most ezt a bulletin boardot. Az tényleg rajta van? Várjátok, mert lehet, hogy akkor nem up-to-date bulletin boardot sikerült levadásznom. Az a timeline, ez a bullet board. Oké, Photoshop. Mappák, aha. Rosemary megjelenik. Összekötés Benny Woodings. Mert nekem ezek így megvannak izékre is lebontva, tehát ilyen progress bar is van. Felix
Crank áthelyezési projekt megjelenik, várjatok. Jó, ezek nagyon outdated-ek. Anthony Forrest, Ashley Park megjelenik. Előtt még teljesen más volt az elrendezés is. Ashley Billy összeköttetés. Igen. Hát nekem ez a legújabb szerintem. Billy megjelenik. Itt még a Sophie Walternek nincs is jelen, nincs is arc kötve a névhez. Bulletin boardban nekem külön megvan az epizód 1, de várj, ez 3.1-nek van labelölve. Viszont nem tudom, hogy hol van akkor a többi. Várj, beállítom, hülye vagyok, miért nem date szerint vannak ezek állítva. Itt vannak a bulletin boardok. Title card trailer, Ashley Billy összeköttetés, ez a legutóbbi, de ezen még nincsen Sophie-nak képe. Hát ahogy nézem, tényleg ez a leg... A video eszébe volt, várjatok, most felvadászom a video eszémet erről. Csak meg kíváncsi vagyok. Ja, vannak a streamre nyomtam véletlen. Nézzünk már kis József HTP videót amúgy, srácok. Gyertek, nézzünk József HTP-t. Tehát itt, mondjuk tekerjünk akkor a végre nyilván. Valamikor kell lennie. Az már timeline. Itt vagyunk. Mondjuk nem, mert 1983-ban zárt be elvileg teljesen az étterem. Rajta kívül még Brian, aki a cégnél dolgozott, és Chris, akit ő még megemlített, és elvileg a játékgépen is játszott. Ez a Chris még szerintem fog valamilyen szerepet játszani. Ó, baszki, tényleg! Segít Sophie-nak majd emlékezni, vagy épp ellenkezőleg. Az viszont kiderült Fuck. Az idővonalban, hogy Felix az eltűnik. Mária, mutassál nekem egy teljes zoom outot. Mondd, hogy nem vagyok fasz. Mondd, hogy nem vagyok fasz. Inkább hajlanék... Itt van a főnyeremény. Baszki, tehát, hogy így kell levadásznom a saját cuccomat. Tehát, ajajaj. Ezek szerint akkor nagyon nem voltam így jóban a... Photoshoppal akkor már, hogy nem mentettem ki a többi részt. Na mindegy. De nem vagyok ebben. Várj, kell egy képmetsző. Nem biztos. Inkább hajlanék afelé, hogy... Oké, halljál afelé, hogy ezt lefotózom. Amikor vizsgálni Bond, és kiderült volna ez alapján ez a belenyúlás dolog. Évesz, ezért haltak timeline meg. 2. Esti a K9-es raktárban a kazettán halottak miatt. Esti a kazettán halottak miatt, tehát, hogy... Bro... Na várjatok, visszakerül minden, a bullet boardot pedig kicserélem akkor. Köszönöm szépen Balázs szán egyébként, hogy így ezt a figyelmembe dobtad, mert amúgy tényleg nem tűnt volna fel. Tehát ez a mi up-to-date timeline-unk jelenleg, amit most látunk itt. Recap-et mindjárt adunk itt, azek szerint. Már is csak megtalálom azt a képet, amit keresek, nem ezt. Downloads... Jó, itt vagyunk. Tehát, Walton Files-ba jelenleg ott tartunk, amiket tudunk eddig, hogy van Bon, aki megölte Brian Stealth. Ez nagyon korai, vagy hát nem, ez a legfrissebb infónk talán. 1982, ez talán az első rész volt. A Benny, az a Susan Woodings halálhoz köthető, egy technikus volt, és 74-ben halt meg. Oké, Edward és Molly, akit a videó elején láthattunk, ők is halottak, ugye a Walton családnak ők voltak a gyerekei. 74. 5. hó 2-án haltak meg autóbalesetben, amit Felix Kranken okozott, ugye. Akkor ugye Sá, ő Rosemary tölte meg, aki Jack Walton felesége volt, 74. július 19-én. Walton, Jack Walton 1974. 6. hó 11-én tűnt el. Bozóhoz Charles köthető, tehát Charles, akiről valószínűleg olvastunk, nem kaptunk utónevet egyébként a Charleshoz, tehát most kaptuk meg azt szerintem így retrospekt. 74. 7. hó 14-én halt meg, ami azt jelenti, hogy 4 évvel a levél után, amit most olvastunk. És Ashley Parks, ugye az már később volt. Jó, bocsánatot kérek, de up-to-date-ek vagyunk szerintem most már. Ugye? Oké, reméljük.
Jó, folytassuk. Na, itt a boss, itt a főnök. Ez a majom. Hogy jeppel, figyeld, hogy mozog a szája. What is blood even speaking about? Ott volt egy cenzúra. Úristen, egy ijesztő arc! Mi volt ez a cenzúra, do? What the fuck is this? What is this, do? Várj, nem ezt beszélték vele írásba, hogy itt hangokat hallottak? Érdekes. Hát igen, mert ugye a timeline, vagyis hát a bulletin board az, azt végigvittük az epizód 3-on, amiben ugye kiderültek ezek a dolgok. Tehát igen, nagyon le volt maradva a bulletin board itt fent, amit mutattam, de valamiért az volt elmentve nekem legkésőbb. Tehát nem tudom, hova tűntek a többi bulletin board cuccok. Őszintén remélem, hogy megvan az alap, mint hogy a Photoshop file, mert ha nincs, akkor teljesen előről kell csinálnom. Bár amilyen kaotikusnak tűnik, szerintem nem is baj. Tehát lehet, hogy teljesen reworkölnöm kell majd a bulletin boardot, hogyha a jövő a következő videó eszében majd ezzel fogunk majd foglalkozni. Főleg amennyi új info lesz, tehát már hely nincsen azon a táblán, nemhogy még kaotikus, még hely sincsen. Na nézzük tovább. Ijesztő arc, úristen, ez a Susan Woodings. Cyber Fun 72. Jesus Christ. Built by Cyberfun Tech to bring the magic of Bonds Burgers to life. Today, we'll take a Cyber Telly. The magic of the Showstoppers. Nem mondott, hogy itt is kreáltak egy karaktert, aki ilyen bevezető lesz majd. Wow. Na megint ez a fej volt. Concept art. Na, koncepciók. Igen, volt egy ilyen animációs. Igen, ott a Sá, ő volt az, aki bevezetett minket itt a iszékbe az egyik kazettán háttérben. These are the showstoppers. The face of Bunny Smiles Inc. Concept art is a very vital part of any good design. So many different ideas to... Rip. Na, mondjuk érdekes, tehát ezek még concept art, tehát ez még koncepció szinten vannak, de azért van pénz arra, hogy animáljunk egy random ezt új karaktert, aki majd meséli majd a concept artnak a lényegét. Az már csak ilyen nitpicking amúgy. The Bunny Smiles Incorporated Art Department was in charge of pitching up multiple designs for the characters. Wow, and creating the designs we all know and love. Rosemary Walton, a cenzúra volt a faszi neve. She's the one in charge of making the final designs that would later become the characters they are today. I think I always had a pretty clear idea about each character look like in my mind. The designs just made sense to me. Na, most már kaptunk egy hangot is tőle. Április 30-a 1974. Nézzünk csak egy timeline-t, hogy ő mikor halt meg. 74, tehát ez a halálának az éve. Április 30, július 19, tehát hónapokkal a halála előtt vagyunk, amikor ez az interjú történt. Ok. Animatronics. What is blood doing there? A szivárványnak miért ott van a szája? De várjál, ezt ki mondja? Várjál, ki volt a... Ez Susan Woodings, hoppá.
we all got so invested in the idea that we decided to have a full partnership with BSI. I'm Susan Willick, the lead technical engineer at Bunny Smiles, designed a built-in electronic mask for Bonds Burgers. We had mi a fasz? Az mi van? Azt folytogattad a gyereket? Azt folytogatja a gyereket a nyúl? Vagy mi a fasz? Nem úgy, nem úgy néz ki. Mi a fasz? Miért néz így rá? Mi? Azt, jó, hát nyilván nem, mert ez ilyen emberi... Az a nyaka szerint, de ezt hittem, hogy az animatronik keze is így folytogatja a gyereket. Mi a fasz? Oké. Hát ki tudja. Wow, hey. Egyetlen nem para. We added a ton of features into the models. We managed to even make them have their ability to walk in and interact with the audience. Wow, hey. Oh, Jesus Christ. Ain't no way I'm gonna read that though. Ain't no way I'm reading over that. Jesus. Igen, Susan Wooding az szerintem fiú. Ez a legnagyobb teória egyébként. Tükrözve fejjel lefele. Igen, azt én is látom. Ain't no way I'm doing all that though. Na várjátok, és ha megfogom a monitort és megfordítom, akkor mi lesz? Na várjál, nyomunk egy képmetszőt erről is. Most a cím meg ilyenekkel ne foglalkozzunk, mert úgyse az a lényeg. Kép, egy, kettő. És akkor megnézzük, hogy meg tudom-e forgatni a izében. A szerkesztőben, ami van. Tükrözni is tudom. Ó, oh, Mr. Kranken! Hát tökéletes, meg tudtam csinálni. És akkor már csak így le kéne mentenem, vagy ezt így le is mentette így. Ó, oh, nem fentette le. Várjatok. Oké, okay. És akkor hol lehet itt mentés másként? Ó, oh, várjatok. Full screen, kockás háttér. Hát tökönbe kell ezen menteni amúgy. Nem azt a képmetszőt szoktam használni, csak azért fura. Na mindegy, akkor ezt is kimentjük, így ahogy van. Nem innen. Innen. Amúgy nem tudom ti ebből mit láttak, úgyhogy gyorsan átkapcsolok inkább ide. Tehát megvan a szöveg, mindjárt mutatom nektek, kép 3. Mindjárt mutatom, mit sikerült ebből kivadászni. Tanulózás, kép 3. Oké, tehát ez a, amit találtunk így kép. Na várjatok, ezt most nekem így el kéne olvasnom mindjárt. Mindjárt elolvasom, megpróbálom legalábbis. Ja, picit lejjebb veszem. Tehát mindjárt megfejtjük, jó? Köszi szépen, hogy itt voltál, Lordi, babá, illetve köszi mindenkinek, aki esetleg most menne. Tudom, néha egy picit lassú az a rész, amikor így próbálom összerakni a dolgokat, hogy el tudjuk olvasni, stb. De igyekszem minél inkluzívabban így belemenni így a dolgokba. Oké, okay, Mr. Kranken, this is Norman, a picsába még egy új név, amit nem fogok megjegyezni. Semmi baj. A fehér rész körülbelül lehetetlen, igen. Shit. Deal between Bunny Smiles, important well-being, going missing. Tehát eltűnt személyek, meg ilyenekről van szó jelenleg. Now we can do perish or missing. I'm going to whatever making public light.
Find Susan, write us. Aha, tehát, oké, lényegében bárki is írta ezt a levelet, Susannek az eltűnése után írta ezt, és lényegében csak arról jeppel itt valószínűleg ebben a részben is, ebben a fehér részben, hogy oké, eltűnt a Susan, de hogy ti, hogy rengeteg panasz jött rátok, hogy emberek tűnnek el, meg staff, meg minden jóság eltűnik nálatok, úgyhogy ha nem segítitek azt, hogy előkerüljön a Susan, akkor nyilvánosságra hozunk minden shady dolgot rólatok kategóriát. Tehát így ennyi. Ennyi így nagyjából a main takeaway from this, though. Tehát nagyjából ez, ami így fontos ebből. A többit szerintem azt majd, mire eljutunk a videóveszélyig, már látni fogjuk, vagy hát akkor már addigra valószínűleg meg fogja valaki úgy csinálni, hogy látszódjon is. Én is meg tudnám csinálni most hirtelen, de nyilván nem akarom az időt húzni most ezzel. A lényeget leszűrtük szerintem. Amúgy ott van a neve is, azt mondjuk nem sikerült leizélnem. Ja nem, az a neve, hülye vagyok. Bá. Az jó. Here is where all the information and code is stored in the audio animatronics. How they can walk, sing, interact with the audience, etc. That's how they manage to feel so lifelike to our audience. The console is also able to recognize specific people and places. Wow. Hátállítod RGB-ről CMYK-ra, akkor a szín összetettség miatt olvasható lesz. Jó, majd rá fogok nézni majd szerintem, amikor már eljutunk odáig. Köszi egyébként így az infót. De az a dolog egyben az egyikben, miért beszélek úgy, mint egy excuse-iklon, na mindegy. Tehát az lényeg az, nem tudok beszélni, hogy mire eljutok odáig, hogy videó eszély legyen ebből, addigra szerintem a legtöbb ilyen dolog, ami így ilyen nehezen olvasható, hogy első ránézésre már addigra meg lesz úgy fejtve, hogy legalább egy transzkript előttem legyen. Tehát ami így a lényege a dolognak. És abból majd tudok így mazsolásgatni, mazsolásgatóba. És akkor lényegében úgy könnyebb dolgom lesz. Most így tényleg első látásra látok mindent. Azt nem hiszem, hogy a Wikipedia azóta már update-elve lett volna, vagy ilyen nagyon diehard voltam fanok már. Lehet, hogy már egész témát megfejtették, ki tudja. Frissíted az időm alatt meg a táblát, amivel jelöld meg, hogy mi az, ami eddig részekben volt, és mi az, ami az új részekben történt. Köszönöm szépen, Endermate Club! Ez egy tök jó ötlet egyébként, szerintem azt hiszem most fehérrel vannak jelölve, majd lehet, hogy akkor az újabbak azok mondjuk sárgával, vagy valami eltérő színnel, de ez egyébként tényleg egy jó ötlet. Fogalmam sincs, hogy ki az, aki most olvassa. Susan Woodings olvassa. A női neve van, vagy hát a Susan ez szerintem egy női név egyébként, de lehet, hogy nem, ki tudja, 74-ben mi volt, de nem tudom, szerintem tök mindegy egyébként. Oh, Jesus fucking Christ. Az ilyeneket szeretem, csak olvasni, nem? Oké. Okay. Susan... Not... Oh, absolutely stunning. Oké, ezt is majd megfejtjük egyszer, nem most. Jesus Christ. De az ilyeneket nagyon tudom értékelni egyébként. Ez egy naplón részletnek tűnik. Ezeket tényleg nagyon szeretem, ilyen sketches, meg ilyen handwriting cuccokat, csak nehéz elolvasni így. Tehát egy transcript majd kelleni fog. Cyberfantech. Úgy látszik, róluk fogunk többet megtudni most. Interaktív. Közben kazettát váltottunk már? Az nem tűnt fel. Úristen, a Purple Guy! Micsoda? Mi? Walkaround test. Várjál, ott volt egy dátum is, azt tudni akarom. A poor choice of color, I guess. Ha nem akarod asszociáltatni magadat a nappal, akkor kicsit szomorú, hogy lila. Oh, for fuck's sake, várjatok. Breaking Bad reference. Már harmadjára megyek el mellette. 74, első 21. Jó, fél évvel vagyunk a jogosságok előtt köbben. Yeah, don't worry, it's working. First we need to... Is the console on?
stuff? Charles. Yes, I just told you. All right. I'm just checking if everything's going well. I know. Don't worry. This isn't the first test we need to do with the robots. All right, great. You're taking notes, right? Yes. Yeah, I am. Álljátok, meg akarom nézni, hogy Charles az így hol van az idővonalban. Charles az 74, 7. kó 14, és ő is a... Valami mindenki nyáron halt meg kategória. Test 203. Movement. Movement. Alright. Alright, so, let me get the console working. Oh. This is how it's supposed to go. We place the tunnel objects around the room. The animatronic is supposed to get to us without bumping into any of the tables, boxes, chairs, etc. Sounds good to me. What happens if the robot falls or comes across any object? Well, then we're just gonna have to test this out again until we get this right. It'll be a long night then. Oh, long night, azt mondja. Oh, igen, Maxiama, köszi szépen. Jó, igen, ez nem jutott eszembe, igen. Köszi. All right, everything seems fine so far. Blood, man. You watch for the table, man. Damn it. Sorry. What's going on? Fuck it up. Where's the wrench? Check the drawer. I think Jack left. Ami tetszik, ez a megoldás, amit csináltak. Facial tracking, ezt ilyen mondd a fejük van az embereknek, az korrekt. 7. hó 3. Itt már azért voltak dolgok. Várjál, most kíváncsiságból, mikor volt az első gyilkosság? Ez viszont a timeline kéne felnyitnom. Az első gyilkosság, a tragédia 74 májusában volt, júniusban tűnt el Jack, 74. június 30-án halt meg először Susan. 7. hó 3. What? What? Wait fucking second, though. 74. június 30-án halt meg Susan Woodings. Ez pedig 7. hó 3-án készült, tehát napokkal a halála után. What? Vagy várjál, ebbe szerepel a Susan, mert a Charles az pedig július 14-én halt meg, tehát hogyha ebbe csak Charles szerepel, akkor jó. Viszont ha benne van a Susan, az viszont érdekes. Ott van! Oké, ez fura. Akkor valószínűleg valamit én néztem félre, ott valószínűleg. Does Jack or Rose know? Nope. I don't think Linda told them how to either. Susan, we have to tell them. I'm gonna tell you. Did Linda call? Where is either? 7. hó 3. Várjatok most, az a baj, hogy nem hagy nyugodni. 7. hó 3. Feldobom nektek. Oké, itt is vagyunk. Jó. Videó szövegkönyvébe visszakeresem gyorsan Susan Woodings-t. Susan Woodings. Eltűntnek nyilvánították 74. június 30-án. Tehát nem meghalt 30-án, hanem eltűntnek nyilvánították. Akkor ezt viszont javítanom kell majd. Mert a term az nem pontos. Az audiolog 74. június 30-án lett rögzítve. Susan elmondása szerint ugyanazon a napon, amikor egy előbb látott poszteren eltűntnek nyilvánították. Ez szerint az utolsó felvétel, amit Susan készített, akkor ez update, mivel nem ez volt az utolsó felvétel, amit Susan készített, hanem a valószínűleg utolsó előtti. Tehát az audiolog július 30-ára mutat, ezért jelöltem valószínűleg azt be, hogy az a halálának a dátuma is. Viszont ami most új információ, hogy Susan 7. hó 3-án is még életben volt, és Charles-ral beszélgetett. Ezt elkezdem magamnak így feljegyzetelgetni gyorsan. Update. Susan Woodings. Last recorded convo 7.03.1974 with Charles. Jó,
Oké. Okay. Tehát ez most érdekes volt. Ne? Ó, Maxiama. Ó, várjál, most megborítottad az egész teóriámat ezek szerint. Amerikai dátumozás miatt akkor harmadik hóhét. Ja, várjál, akkor ez tornó. Köszi szépen, Maxiama, hogy ezt így jelezted felém, mert eszembe se jutott, hogy ezek tényleg így fordítva írják a dátumokat. Tehát akkor ezek szerint március... Jó, amúgy a dátumozás szerint korrekt, hiszen az előző log az valamikor... Mikor volt? Januárban? És most akkor márciusban vagyunk ezek szerint. Köszi szépen, Maxiama, hogy ezt így mondtad nekem. Fel se tűnt volna, basszus. Oké, tehát 74 márciusában vagyunk, és 30-án tűnt el júniusban, tehát... Igen, Balázs, az tiszta volt, hogy 30-án tűnt el. Én a timeline-ban mondjuk halált írtam, nem eltűnést. Viszont a dátumozás miatt én azt hittem, hogy ez 7. hó 3-át jelez, viszont ezek szerint 3. hó 7-e. Goofy, a Opera GX by typing. Ne bántsatok már Opera GX-el. Ne bulizzatok az Opera GX miatt, dó. Na jó, ennek tudatában... How the hell are you, David? I know. I'm just a little worried. Did Linda call? She did, yeah. I'm gonna be totally honest with him. Knowing Felix, he's probably drinking somewhere in town. Oh, Felix, mate, this is so good. Did Jack or Rose know? Nope. I don't think Linda told him how to either. We have to tell them. Even Chris knows about the addiction. Let's just focus on work for now. No, he's world building. Right. So, I'm checking my notes right now. What's up to this? Well, Norman said we should start testing the facial tracking feature. So we're gonna have the robot walk around and see if it recognizes. The Norman volt, aki írta azt a levelet is az eltűnése után. Well, yeah, but we're gonna do a secondary test because the console seems to have trouble detecting the faces of our faces. Well, we checked that already. Jack brought in Molly here and the console recognized them. Ay. We're going to do a secondary test because the console seems to have trouble detecting the faces. Oh, the test we did with Sophie, right. Ne arra, hogy a nevedet nem mondom ki, hogy demonetizálnak, de pöcegödör, figyelj ide. Amikor ismétlődött az írő 714 missing, az Charlesnak a deformált feje volt, arra emlékszem így valamilyen specifikusan. Tehát Charlesnak a halálához köthető volt az a 0714 missing. És várjál, mi is volt a kód? 0714, azt hittem, hogy erre izéltál rá végül, hogy erre jöttél rá. De igen, azt hiszem a Charlesnak a fejéhez volt köthető, deformált fejéhez, hogy akkor ment az a szöveg alatta. Ó, várjál, közben Sophie mentions. Sophie-t nem ismerte fel. Lily. Ismerős a neve. Most kíváncsi vagyok, sorry. Ki volt az a Lily? Ki volt az a Lily? Lily. Itt van. Sophie végül ellátogat Bozó minijátékához. Lily születésnapja. Arra egyébként nem is kapunk infót, hogy ki az a Lily. Tehát Bozónak a minijátékában szerepelt ez a Lily nevű karakter. Ezt találtam így hirtelen gyorsan így infót. Tehát valószínűleg a Charlesnak a gyereke. Oh, hello. Resting bitch face. Oh, what the hell? Suzanne Woodings. Most felismerjük a Charles. Aha. Charles Brooke. Brooke. Ah, great. Everything seems to be working properly. So that means no more testing for today? Yep, pretty much. Pretty much. Ah, sweet. Okay.
I could really use a beer right now. Reminds me of what we were talking about earlier. Awkward, yeah. Mush. Ott a nyúl a hába. Vagy ez egy gyerek volt? Ez egy gyerek volt? Egy cofos gyereknek tűnik. Azt hittem a nyúl hirtelen. Várj, a dátumot akarom látni. Akkor 5. hó 13. Május 13-a. Nézzünk egy timeline gyorsan. 5. hó 13. Az a tragédia után van már. A tragédia után vagyunk már. Mert a tragédia autóbaleset május 2-a volt. What does that mean? That's what I heard, man. He was drunk, while driving the car. Tell me your voice, all right? Do you know I went down some weeks ago? You didn't tell us? It was private, Charles. Only the family were there. Fuck. How's Jack holding up? Haven't heard of him in a long while. I barely even see him at work. I think I'm doing that. Felix's story. Felix mit mondott vajon? I think something else happened, man. Something worse. God. Could have gone? Molly and Ed? Nem tudom, mi volt a kamu sztori. I don't even want to think about it. What is that freaking fucking doll in the room? What's it doing here? I feel like they're here. Tell us not to tell Jack O'Brose here. Shit. I don't even want to be involved in this shit anymore. Tehát a rakett nyúl az ott van. Jó, ott van, baszki, most nézem, itt van. Tehát itt a rakett nyúl is. És ott hagyták őket, hogy vibe-oljanak egymással. Ja várja, lehet nem is tesztelnek most. Csak ott vannak. Hoppá, megmozdult a nyúl, hova megy? Hova megy? User bozó 1. Miért bozó? Na, oda ment a bozóhoz. Mi csinál a bozóval? What? What is blood doing there? Start. Várj, most felismer egy arcot? Arcfelismerés. Most a nyúlra fogja felismerni a gyerekek arcát, vagy mi? Aha, felismeri szerintem a gyerekek arcát. A nyúlról. Tehát a robot felismeri a gyerek arcát a nyúlba. Aha, az a gyerek lesz. No face is found. Aha, de ott vannak. Ki van középen? Ed. Aha, ott volt a név is. Fuck off. No face is found. Ed and Molly. Okay. Tehát ott vannak a nyúlba. A nyúlba élnek tovább. Nem tudom mi a lore. Okay. ESI Technical Support Audio Log Number 3. The Byte of 87. Nem tudom. Hatodik hó 30-at írunk, ami azt jelenti timeline-ba, hogy Susan Budings utolsó audiológia, a harmadik, Bon által és Bennybe kerül, és az étterem első születésnapi rendezvénye is az egyben. 74. június 30-a. Itt már a hajsz már Jack voltam, majdnem egy hónapja eltűntnek lett nyilvánítva. The first. Aha, oh shit. Igazad van, köszönöm. Ja, ezelőtt még nem volt gyilkosság, tehát ez az első. Igen, 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 igen. Abszolút. Köszönöm szépen. June 30th in... Oh,
Ruden Budings halála. És ez az a hangfelvétel, fogadjunk, azért nem kapunk feliratot, meg azért ilyen muffled, mert a másik szobába veszi fel ezt a hangfelvételt, amit már hallottunk egy későbbi epizód, vagy régebbi epizódban, de mi az középen? Az mi? Ja, az egy fej. Aha, ott bement a Sudan Wooding. A Susan? Ja, most fogja megbabrálni, jaj. Nice. Come a long way this series. Jack Walton. Ott van meg a Susan, nem a Susan hülye, a Rosemary meg ott volt a Duncan is, ott a nyúl is. Ott van mögötte Bon. Elkezdett egy picit nyomasztó lenni, örülök! Ott van Charles. Ez az első haláleset itt. Van rakéta, ne buliz. Mit keres? Ja, ott a dobozba kapirgál valami. What is happening there? Oh. Oh. Oh shit. Mi a fasz? Oké, okay, grafikus lett ez a sorozat hirtelen. Klémelt az első killjét. Wow. Grafikus lett ez a Bonnie Smiles Incorporated. Jaj, de aranyos, hát én meg hogy örül magának. Május 3-a 1974. Aha, ez a baleset. Ugye? Várj. Harmadika, ez egy nappal a haláluk után van, egy nappal a baleset után. És ez Jack? Ez Jack volt. Neki van ilyen curly haja szerintem. Pedig a Kránkel lakás. What's the deal, Felix? Come on, Wood. I told you 9 p.m.
crew and the others, just tell me that I leave here. Közben hang üzenetet hallhatjuk, amit Jack Walton hagyott a harmadik epizód végén. Grafikailag nagyon komoly lesz egyébként, tényleg, abszolút. És harmonika. Aha, ez a... ezért után van. Ez lehet, hogy pont az ütközés után van? Ez a Félix. Oh shit. Ahol nem mondod, két sír a két gyereknek, meg magának is ásott egyet. Szabban aludt el. Oké. Deep. Minigames hely. Azt hiszem, nem tudom, melyikre gondolsz hirtelen. Gordon Freeman vibe-ja van. Vízbe dobja a cuccaikat. Szemetelő. Na, megy utána. Ja, ez szomorú amúgy abszolút így a kontextusa ennek az egésznek. De még mindig kérdéses maga Félixnek a további tevékenysége. Mert nem tudjuk, hogy mi történt, még mindig Jack Waltonnal, ugye? Május 5. Bocsánat, meg kell néznem a timeline-t, hol vagyunk. Május 5. Re nincs semmi. Jack Walton még nem tűnt el, ugye június 11. 3 days after the accident. I haven't been able to sleep since last week. I finally told him what happened. No. It was in my office. It was the longest hour of my life. The most painful conversation I've ever had. Pain in their eyes, the anger. They both hate me now. And I don't blame them. I have no idea what's gonna happen to me now. My life, my business, everything. But the fact they're still buried down there, it haunts me every night. It's eating me up inside. Ott volt Rocky. Ott van. Rosemary asked about the doll. I told her they left it at school. Ah, igen. That was a lie. I don't know what to do with the doll. Wherever I go, there it is. And I can't get myself to get rid of it. Semmelyek abban vannak a gyerekeknek a lelkei most. This huge mistake. And how there's nothing I can do to make it better. Oh, what the? Ki az a... Hello. Ja, ott vannak a gyerekek. What? Elég gatya.
Do-do-do. What? Ay-ay-ay. Oh no. Oh no. What about me? What about me? July 1st, 1974. Július 1-e Susan Boudings halála után, de még Charles halálának előtt idejében járunk. Vagy van egy teóriám, azt lehet, hogy még most megosztom, még miatt elfelejtem. Hát szerintem mondjuk egy kicsit gyenge teória most még, mert láthatok az előbb, hogy Bond megölte a Susan Boudingsot így rendes felvételen, tehát nem csak találgattunk, hogy mi lehetett vajon, hogy így biztos, hogy Felix volt az, aki a hátterében állt ezeknek, és szerintem valahol így a mental breakdown-ja során így teljesen kuka lett az ember, és így megőrült, és emiatt csinálta ezt, hogy így hát ezeket a drogokat igazából dolgok, tehát hogy értek. Nagyon semmiből kapott teória, de nagyon egyértelműen sugal a történet jelenleg arra, hogy ez a tragikus esemény nagyon tökretette a csávót, és hogy emiatt így a killing spree-ről átment. Ja, a bro went insane. Belebújt a Bonnak a jelmezébe és úgy csinálta. Bár ha megnézed, mondjuk tényleg úgy néz ki, mintha itt össze lenne a szőve. Nem tudom. Várjál, láttunk mi szemszínt. Bocsánat, visszatekerek. Tehát kék szeme van Bonnak. Félix szemét akarom megnézni, hogy milyen. Nem nyert. Mindegy, ezt most csak hirtelen néztem. Igen, ilyen Springlock jelmezek, tehát bele tudta rakni az animatronikokba a testeket. Tehát bőven benne van az, hogy amúgy tényleg ez áll a hátterében, nem pedig átprogramozták. Igen, köszik Ender Magecraft egyébként, ezt mondták már, Maxiama is mondta. What? Ja, a két gyerek. Tehát azt nem mond már nekem, hogy ezt a három srác megnézte. Akkor jól értem, itt ilyen világok harca lesz majd itt majd a Bonnal és a Rocket Nyullal, úgyhogy szerintem Bonba a Felix Kranken van, a Nyullba meg ugye a két gyereknek a szelleme. Jesus.
Ez Suzanne? Jesus. I can hear you, Susan. És ez ki? Ez ki? Ez Kranken? Don't you worry. You're in safe hands, Susan. Welcome. Várjál, ez nem az a fehér medve? Your new home. Isn't it beautiful? Dead? No. Not yet, at least. Vagy ez Bondnak van? Your heart is still beating, but your body is now functionless. Out there, you're slowly suffocating, but here, you're safe. The spirit doesn't pass on quite as fast as the body does. I would know. Who are you? Oh, where are my manners? Aye. Pleasure to meet you. My name is Bomb. You're Susan. I've had my eye on you. Someone. I know you very well, my friend. I know you like to fix things, isn't that right? Well, so do I. Wouldn't you like me to fix you? What are you talking about? Perhaps I could help you. Here. What? A gift. Take a look inside. Oh. That is the new you. A wonderful gift that will eventually become your new body. Just like a beautiful butterfly bursting from a cocoon. You will be reborn. You don't have to listen to me. That is up to you. But what other choice do you have? A spirit can't survive without being tethered to a vessel. I know you're scared. I was too. But the Kivon Bonobon will be okay. I don't... Apologies for what I had to do to you. But look, the hard part is over with now. Besides, you can't make an omelet without breaking a few eggs. Most viszont kijött be. De benne van, hogy Félix az egyébként. Igen, a lány, vagy fiú, az Susan Burings volt, és ő Bennybe lett, ugye, forszolva.
Martin Parades. Na, name reveal. Martin, mi volt? Walsh? Vagy voltem? Vagy nem is tudom, mi volt a neve. Martin Walsh volt eddig a neve. Hát ez azt a kurva, ez egy epizód volt. Wow. 6 elég egy disturbing volt. Még a zeneválasztások tényleg érdekesek, tehát... jó. Thank you kind sir. Szóval, ja, amik történtek itt. Mindjárt kitérek rá. Pirosak, mert vérgesek. Continued in part 2, can't wait though. Okay, na, back to the mystery part. Szóval lényegében, ami kiderült. Többet tudtunk meg Susan Woodings haláláról, és annak körülményeiről, konkrétan láttuk a halálesetet, illetve magát, hogy mi történt utána. Hogy Bon milyen beszélgetést tolt levele utána. És hát ugye többet tudtunk meg a baleset után történtekről is, hogy Felix hogyan kúpolt úgymond, meg hogy hogyan mondta el végül nem sokkal az eset után a családnak azt, hogy mi történt. És igen. Ja, a vége az egy kicsit érdekes volt, a gyerekek szerepét nem igazán értem még. Igen, Susan az azért nem piros, mert azt se tudja, hogy mi van. Érdekes volt. Kicsit sok minden történt. Nehéz felfogni, igen. Tehát, lényegében ezért is csináltam erről a videóesszét. Mert tényleg nehéz felfogni így első ránézésre. Ezért tartom érdekesnek a videóesszé tartalomgyártást, hogy tényleg ilyen nehezen értelmezhető anyagokat mondjuk így összeszedni a saját gondolataimat, vagy esetleg így a köztudott dolgokat, amiket így összeszedtek többen, és így azt összefoglalni egy videóba. Tehát így az első három epizódnál ez történt, illetve a saját gondolataimat nyilván megfűszereztem. És most is ez fog történni ugye ez a rész, illetve még a két következő résszel is. Csak még ugye annak idő kell, még megjelenik. Szóval... nem tudom hova tenni jelenleg a gondolataimat, mert most még mindig nagyon friss. És most az erős teória az az, hogy Felix Kranken az valószínűleg a Bonnak a szerepében van, viszont amit mondott Bon, hogy ő tudja, hogy ez milyen, azt viszont arra engedett következtetni, hogy benne is egy halott lenne. Valaki, aki meghalt, de Felix nem halt meg, ugye? Nem tudom. Olvasgatok kicsit kommentekbe. Várj, azt lehet nektek is jobb lenne látni. Zseniális. Ja, tényleg, mert hát olyan teóriák is voltak, hogy a Jack, aki a gyilkosságok mögött állt, és azért tűnt el. Tehát ez már szerintem egyértelmű, hogy nem Jack amúgy. Mondjuk ez is igaz, tehát három sír volt megásva, erre emlékszünk, ugye? És emiatt kicsit ilyen érdekes vibe-ja van a dolognak, hogy akkor most ő is halottnak tekintette volna magát? Vagy akkor tényleg az így ez a új életet kezdett egy gyilkosként vajon? Vagy mizu? Bondban nem kisgyerek van? De ki? De ki lenne? Tehát nem Jack Walton van benne szerintem, nem hiszem. Egyébként köszi mindenkinek, aki itt volt és esetleg most menne. Most egy kicsit szeretnék így reflektálni pár dologra, illetve olvasgatni. Wow. Deep. Ja, tehát Felix az így nagyon durván kapta így a
traumát, tehát hogy nem elég, hogy nem halt meg, ugye? De még nem is tudta megölni magát, úgymond. Hát nem úgymond, hanem tényleg nem tudta már rávenni magát. Wow! Ez vagyok szép, ez vagyok tetszik így a beleolvasása a dolognak, hogy tényleg így... Tehát így rakódott össze a faszinak a neve. Nice. Na jó. Gyorsan átrakom magamat a Walton Files Wikipédiára. Hogy ott van-e újdonság. Egyetem van-e... Ó, már van. Mi a fasz? Ja nem, üres. Tehát új karakterek jelenleg a Wikipedia szerint az a Cybertelli, ugye a TV-s karakter, aki az elején volt az egész kazettának. Norman Pultrick Bon, mint a lelke, illetve a Cyber Bon. Ó, és elvileg a következő epizódnak a címe az, hogy Faces of Grief. Tehát a Grief nem jut eszembe, hogy micsoda. Mi a Grief, srácok? Elvesztek random szavakat néha. Mert valakit megölt a második részben, azt hiszem, amikor elmegy a tini banda a gyárba, és akkor ugye ölték meg. Az Ashley volt. Mindjárt mondom, itt van fenn a táblán egyébként, de nekem rá kell nagyítanom, hogy lássam, miről beszélek. Tehát Ashley halt meg a izében, ott a, abban a helyen, amit mondasz, hirtelen emlékszem, mi volt a helynek a neve. Az 78-ban volt egyébként, tehát az még, az a leg, szerintem az egyébként így a leg recentebb, tehát a leg mostanában történtebb halál, azt jól megmondtam. Tehát 78, 7. hó 14. Ami vicces. Ami azért vicces egyébként, mert hogy ugye Charles, a technikus, aki volt Susannel, az 74. 7. hó 14-én halt meg, a Ashley Parsfield 78. 7. hó 14-én, tehát majdnem, hogy ugyanazon napon haltak meg, csak x év különbséggel, ugye. 4 év különbséggel. De ő a Billy támadta meg őt, vagy nem, Bond támadta meg őt, hülye vagyok, azt nem értem oda, de a Billy-be lett rakva. Amelyet abban a robotban, aki zenét játszott le. De, tehát az ő halála sokkal később volt, mint így az első halál, ami ugye a Susan Woodings, mint most így még jobban meg lett erősítve szerintem. Tehát az első tényleg Bon által elkövetett halál, amiről tudunk, az Susanhez köthető, és Bennyhez. És ez volt... Hát ez a New Farm felvételekhez van most kötve, de ez majd át lesz kötve a Cyberfantechhez is. Hát fixen, ez egy ilyen... A Faces of Grief a következő rész címe, szerintem abban fogunk bővebben belásni abba, hogy mi lesz itt a következmény ennek. Ez a Ellen karakter, szerintem nem is volt Ellen nevű karakterünk, tehát azt csak félreolvassuk, az fixen Susan volt így most így retrospekt egyébként. Közben olvasok itt érdekes infókat a következő részről. De ezt most nem akarok ebbe belemenni, inkább abba akarok belemenni, hogy a karakterekről tudunk-e valamit. Cybertelli, Norman Pultrick, Bon Spirit és Cyber Bon. Oké, hát semmi infók nincsenek róluk még. Norman Pultrick, NP. Ő az új tulajdonosa a Cyberfantechnek. After his father passing away. Aha. By Richie? Ki a tököm az a Richie? Wow, ez ki? Ez ki? What? Ez full új. Mindegy, oké. Okay. Bond
Jó, Bonról tudunk már valamit, minor characters, okay, don't care. Jó. Esetleg még szó volt arról, hogy vannak titkos epizódok ebben is. Esetleg valakinek vannak hozzá linkjei? Vagy átirat? Hú, az mondjuk lehet segítene. De ez mondjuk szerintem az, amik voltak, tehát nem a transcript, hanem maga a felirat, ami volt felirat YouTube-on. Ez érdekes volt így. Most már csak tényleg böngészgetek, így szerintem. Azt nem tudom, hogy meg fogjuk-e találni a két titkos epizódot, ha csak nem tudjátok ellinkelni nekem. Max utólag fogok rájuk találni, az se gond igazából. Majd az meg fog Max jelenni majd a videó esztében, és akkor ott először. Hát a Lucky van, nem, a Lucky azok már a előző. Tehát ebben az epizódban elvileg vannak titkos epizódok, úgy tudom. Több volt Files, 8 videó? Lacrimosa. Ó! Oh. Akkor ez lehet, hogy az, mert 7 perces, és benne van a Walton Files hivatalos lejátszási listában szerintem. Úgyhogy ez az lesz. Igen, ez a titkos videó megvan. Igazából csak a lejátszási listát kellett megnéznem. Szóval, nem nagy kunst. Na jó, nézzük is a titkos epizódot. Ó, oh, sorry, közben a zenét elnyomom. Tehát még van egy 7 perces titkos epizód. Úgyhogy buckle up, guys. Lacrimosa. Nézzük is. Ja, volt zene, sorry. Akkor levettem jó halkra. Ó, nem mondod, helyszín elő. Cheerhill River. Május 4-e. Ez már a... Két nappal volt a izé után? Wow. Két nappal az ütközés után. Ez mi? Ez egy arc volt, vagy csak rosszul láttam? Ezt nem tudom elolvasni. The Cyberfun tech console is a data disk filled with all the vital information of the Bond Burger's animatronics. The console contains the main patterns for the robot's movements and interactions with the customers. The console allows the animatronics to have advanced interactions with the audience, most notable one being the walk-around feature, which allows the character to roam around the place. For safety protocols, the console allows the robot to visualize its surroundings. This avoids the character falling, bumping onto objects or even customers. This feature is called map tracking, and it works as a basic radar for the animatronic. The map tracking feature records audio for safety reasons. Once the console is removed from the mech, technicians are allowed to see the recording from the animatronic's perspective. If any console recording contains any error or faulty programming, please contact Charles Brooke. Not Charles. Info. Kopogás volt. Tehát megvannak a de megvannak a bizonyítékok. Na ez ki. Valaki nagyon kopog. Köszi szépen, hogy itt voltál, Marcel. Jó ét. The facial tracking feature is the most advanced technology in Cyberfun tech. This feature allows the robots to detect specific people in the audience, for example, the birthday boy. This allows for a much more magical experience from the family's perspective. A technician adds the family's perspective. Várjál, hol van? This allows much more magical and realistic experience.
Ez még tök jó. Valahol ennek lenne értelme amúgy. A technician adds the profile of a person and lights it onto the console. The console then will detect said person's face through their defining facial features. This technology ahead of its time, I guess. In testing phases, as the console can only detect a limited amount of combinations, which means the person could easily... Hello. I'm calling to inform my colleague, or well, my friend, Susan, hasn't shown up in a few days. I contacted her family and they say they also haven't heard from her. Ez az a Norman, szerintem. We're all really worried over here that something may have happened to her. Apparently she was here on the 30th, but I'm not sure. I called in sick that day. Please, if anyone has any information, call me. Please. Szerencsé, bocsi, aki kapja sorba a flashbangeket. Insert Jago flashback sound effects. Linket lehet kérni? Oh, már dobom is. Na, aggódj, mindjárt kapsz. Igen, mert ez egy rejtett videó, igen. Ez egyébként a lejátszási listában is megtalálható, én úgy találtam meg. Tehát van egy ilyen hivatalos lejátszási lista, hogy The Walton Files, és onnan ilyen keltem. Aztán azt dobtam át, ugye? Remélem. Lacrimosa, aha, azaz, jó. Hülye feje van. Kúfia, ne buniszatok már az opera miatt! Most ezt tényleg a Susan irányítja magát? I mean, tényleg csak Bond gyilkolt mindegyik enemasaink közül, ha jól emlékszem. Tehát a többiek mit csináltak egyébként ilyenkor? Tehát most látjuk, hogy mi történik, igen. De nem is gondoltam még, hogy... Igen! Ez a második epizódban volt egy ilyen rész, így a minijátékok szemszögéből, hogy így Benny az össze-vissza mozgolódott ott a lenti épületben. És most körülbelül azt látjuk szerintem. Meg kitört a nyakra az évukfájjel lefelé. Aha. Nice detail though. Hova tűnt a kommented? Hoppá! Az ott Bon? Az ott Bon volt. Ajjaj. Bon jumpscare. Ó. Oh. Feliratok nem sokat segítenek szerintem most. Forest? The Forest referencia. Ja, oké. Okay.
lol. Hú. Szóval ez történt. Ja, igazából ezeknek a titkos epizódoknak nagyon nincsen érdemi lényege, csak ilyen kiegészítés volt mindegyik lényegében. Tehát szerintem titkos epizódban nem igazán tudtunk meg ilyen lényeges major információkat. De ez érdekes volt most. Tehát igazából most... Tehát ha belegondolunk, ez az epizód főleg most Susan Woodingsról szólt, ugye már ma megint. Tehát most egy nagyon ilyen central karakter volt ebben a részben. Ja, igazából ez lett volna a Walton Files-nak a negyedik rész, illetve a kiegészítő bónusz epizód. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és ezt megnéztétek velem. Nem gondoltam volna, hogy ilyen... tehát ez egy fél órás epizód volt és kiúsztam 2 órára a streamet, úgyhogy... XD, nem tudom. A lényegében érdekes volt így megnézni ezt. Örülök, hogy pull-up-oltam a régi cuccokat is, hogy azért így tudjam ezeket így csekkolgatni, meg így... Tehát, hogy... Képbe legyek a lore-ral voltak éppen. És hát igazából várom továbbra is a következő részeket. Még 2 rész van hátra, illetve valószínűleg akkor azzal együtt vagy 2, vagy 1, vagy már 1 se lesz ilyen titkos epizód. Szerintem biztos, hogy lesz amúgy. De kíváncsian várom, hogy olyan folytatódik ez a sorozat. Érdekesnek tartom még mindig. Nagyon tetszik, hogy feljebb ment a production value-ja a dolognak, így az animációk terén. Meg tényleg amúgy nagyon szépen alakul így ez az egész dolog. És ja, kíváncsi leszek, hogy hogyan folytatódik tovább így a történet. Legközelebbi alkalommal is, amikor megjelenik egy rész, itt leszek és élőben fogok reagálni rá. Remélem, hogy ti is velem tartotok majd. És mint mondtam a videó elején is, illetve többször így a stream során, hogy videó esztém valószínűleg már csak akkor várható ebből, amikor mind a 4 rész kín van, vagy, illetve mind a 6 rész, bocsánat. Tehát ami 3 már volt egy videóesszében, illetve ami még 3 jön, és azok is lesznek egy videóesszében. És tényleg akkor, amikor már mind a 3 rész kín van, és mindenre tudok reagálni, és nem az van, hogy... tehát nem akarok epizódonként csinálni videóesszét lényegében, hanem tényleg meg akarom várni, amíg teljes lesz legalább az első évad, és akkor letudni az egészet. Ezért most azért vagyok annyira biztos, mert a készítőtől... kapjuk az infót, hogy a következő 3 rész azért mostában fog megjelenni, tehát nem fogunk várni 2 évet a következő rész megjelenéséig, mint ezelőtt. Úgyhogy ja, köszönöm szépen a megértést és a figyelmet, és hát akkor legközelebb találkozunk majd valamilyen stream, videó keretein belül, igyekszem videókkal is érkezni most már. És ja, kellemes éjszakát nektek, legyetek jók, és remélem, hogy nem sokára találkozunk. Addig is. Jó ét. Sziasztok. Bye-bye.